Már a februári rendes közgyűlésen is téma volt a Volánbusz ZRT által követelt veszteségfinanszírozás és annak jelentős összege, csaknem 1 milliárd 300 millió forint. Ezt az összeget indokolta meg Mintzér Gábor alpolgármester, elmondva, hogy 2018-ból és 2019-ből is örököltek ilyen tételeket. Nem úgy mondom, hogy ez az ő hibájuk volna, hanem ők is ugyanezt tették, mint mi, hogy próbálták vitatni ezt az összeget, aztán vagy megegyezés született, vagy nem született megegyezés, és ők is ütemezetten fizették ezeket az összegeket ki a Volán társaság számára. Elmondás alapján a költségek évről évre nőnek. 2020-ban már 400 millió, 21-ben 500 millió forint feletti összegeket kell veszteségfinanszírozás címén a Volánnak adni, a tavalyi év után pedig az előzetes várakozások szerint már a 900 milliót is eléri majd az összeg. Ezt a közlekedési társaság a megemelkedett üzemanyag, gumiabroncs és alkatrészárakkal magyarázza többek között, fejtette ki Mintzér Gábor. Az alpolgármester szerint a tavaly bevezetett kedvezményes, évente 1000 forintos egri buszbérlet azonban csupán 186 millió forinttal növeli a város terhét. Több célt szolgál, egyrészt segítség, tehát egy bizonyos szinten szociális segítség a legrászorulóbbaknak, de ugyanakkor egy környezetvédelmi hatása is lehet, hogy minél többen teszik le az autót. Mintzér Gábor hozzátette, tavaly 19 ezer ilyen éves bérletet vettek az egriek, mindenkit persze nem lehet autóról buszra átültetni, mert ahhoz lényegesen nagyobb járműpark kellene, az pedig jelentősen növelni a költségeket. Elmondása szerint a városvezetés tisztában van azzal, hogy a közösségi közlekedés színvonalát folyamatosan emelni kell, ígérete szerint a képviselők és a lakosság bevonásával ezen lesznek a jövőben is.